Az élmény nap a Széchenyi István Egyetem egyik előadó termében kezdődött. A Tanítsunk Magyarországért programhoz 2022-ben csatlakozott a Győri Egyetem. Ennek lényege, hogy hallgatók segítik kis lévő Általános iskolák felső tagozatos tanulóit. Magának a, a programnak a lényege az, hogy van egy olyan felkészítő kurzus itt az egyetemen, amelyre szabadon választható formában becsatlakozhatnak hallgatóink, és a felkészítő kurzus után dönthetnek arról, hogy folytatják-e a mentorálást általában itt kijelölt intézményekben, tehát megvan ennek a, a programnak a kijelölt intézményi partnerhálózata, és tulajdonképpen itt együtt dolgozunk az iskolákkal, tehát egy nagyon szoros együttműködésről van szó. Nem csak az egyetem oldaláról vannak olyan oktató kollégáink, partnereink, akik ebben részt vesznek, hanem, hanem a mentorált iskolának és a pedagógusa ebben segítségünkre van. Azt gondolom, hogy nem csak a gyerekek számára lehet segítség ez a program, és kvázi ugye a hallgatóink egy nagy testvérként támogatják, segítik őket, közös programokat szerveznek, elviszik őket különböző cégeket, különböző foglalkozásokat, hivatásokat ismerhetnek meg, hanem a hallgatóink is nagyon sokat tudnak belőle gazdagodni, hiszen a szociális érzékenységük, szociális kompetenciáik, önismeretük, vagy az, hogy felelősséget vállalunk másokért, ez nagyon erőteljesen tud gazdagodni, fejlődni. A Győri Egyetem a Távszent Általános Iskolával alakított ki partneri kapcsolatot, egy hetedik osztály diákjaival indult meg a mentori munka. Két éve vagyunk ebben a programban benne, és ez a program azzal indul, hogy a szülőket tájékoztatni kell arról, hogy mire lehet számítani, úgyhogy azzal indítottunk, hogy volt egy szülői értekezlet, ahol minden ezzel kapcsolatos dolgot megbeszéltünk, és ez nagyon-nagyon fontos, mert addig nem lehet a gyerekeket nyilván sehova vinni, meg semmibe belevenni, amíg a szülőkkel az ember nem beszél erről, úgyhogy ezzel indítottam a dolgot, és a szülők nagyon partnerek voltak benne. Sok múlik egyébként az iskolai koordinátoron, nem csak azért, mert, mert hogy hajlandó-e a gyerekekkel menni, vagy hajlandó-e valamit tenni, hanem azért is sok múlik, mert a mentorokkal ő működik együtt és igazából ő az, aki megszervezi, hogy mikor jöttök, hogy jöttök, legyenek ott a gyerekek, amikorra jöttök, vagy legyünk együtt, amikorra menni kell valahova. Úgyhogy ebben sok múlik rajtunk is szerintem. Nagyon jól tudok velük egyébként együttműködni, sok minden van közöttük olyan, aki pedagógus pályára készül, úgyhogy egyéb dolgokba is tudom őket segíteni, szoktak is segítséget kérni a mentorok ebben, abban tőlem. A 29 tanuló közül négyen gimnáziumot, öten szakiskolát, 20 pedig technikumot választottak. A projekt célja, hogy 2030-ra minden ma általános iskolás gyerek rendelkezzen, legalább szakmával, vagy tanuljon tovább.